Marilyn Monroe, minden idők egyik legismertebb filmszínésznője. Valószínűleg nem annak köszönheti ismertségét, hogy milyen jó színésznő volt, hanem leginkább nőies kisugárzásának, illetve bájának. De vajon megállná a helyét napjaink blockbustereiben is? Vajon milyen lenne Marilyn Monroe az Avatar legújabb epizódjában, mint egy halványkék návi szépség? Valahogy így néz neki, a virtuális valóságban ugyanis ez már lehetséges. A művészet történetben új fejezet kezdődik. A 3D szoftverek segítségével a filmkészítés technikája és ezzel a valóság ábrázolása is teljesen új dimenzióba emelkedhet. Az is elképzelhető, hogy még színészekre sem lesz idővel szükség, a helyüket virtuális karakterek vehetik át. De mi kell ahhoz, hogy egy virtuális élőlény megelevenedjen? Mi kell ahhoz, hogy a nézők 100%-ban azonosulni tudjanak egy virtuális élőlénnyel? Az élet. Egyszerűen hangzik. De életet lehelni egy digitális kreatúrába, egy absztrakt jelenségbe nem éppen egyszerű dolog. A mesterséges intelligencia és a mesterséges érzelmek mellett talán a szembetűnőbb dolog a megjelenés. Amint látjuk, egy virtuális élőlény épp úgy rendelkezik csontokkal, izmokkal, bőrrel, szőrzettel, mint ahogy ez a valóságban is történik. Ezek komplex szimulációja eredményez egy látványos megjelenést, és remélhetőleg hihető végeredményt. Hosszú évek kísérletezése és a tapasztalatok felhalmozása után az ember konfigurátor szoftver fejlesztését kezdtük el. Interaktív kezelőszervek lehetségével könnyedén lehetővé válik különböző testalkatú emberek megkonfigurálása a virtuális térben. Őket később szereplőként alkalmazhatjuk filmjeinkben. Természetesen ezek az extrém példák jól mutatják, hogy mire alkalmas a rendszer. Hogyan kerül be egy emberi arc, jelen esetben virtuális, Marilyn Monroe virtuális képmása ebbe a konfigurátorba? Első lépésben egy úgynevezett 3D szkennelési eljárással bevisszük a modellünkhöz, a célszemélyhez leginkább hasonló modellünk arcát a konfigurátorba. Bocsánat. Ez azt jelenti, hogy a beszkennelt állományt integráljuk ebbe a bizonyos anatómiai rendszerbe, ahol a virtuális csontok, izmok, bőr összeköttetésével, majd a részletek finomra hangolásával teljes hasonlóságot érünk el a célszeméllyel, jelen esetben Marilyn Monroe-val. De miért tartom én ezt olyan fontos dolognak? Miért olyan izgalmas terület ez? Hát jelentem, hogy a virtuális valóság már a spájzban van. Nagyon rövid idő választ el minket attól, hogy egyszerű tartalomfejlesztési eszközökkel, többek között a mi emberkonfiguráló rendszerünkkel bárki képes legyen elkészíteni saját avatarját, és este adott esetben másokkal meg is ossza, ami nyilvánvalóan sokaknak izgalmas élmény lesz. A szexipari alkalmazások lehetőségeit azt most nem taglalnám. A közelmúltban lehetőségünk nyílt az emberkonfiguráló alkalmazásunk élesben tesztelésére. A feladatunk a magyar történelemről kellett egy animációs filmet készítenünk 15 percben, sztereoszkopikus 3D-s technológiával. Nagyon nagy kihívás volt, rengeteg komplex helyszínt, több ezer mellékszereplőt, több tucat főszereplőt kellett megalkotnunk. És a dolog pikantériája, hogy a kreatív munka dandárját azt a testvéremmel ketten végeztük. Ő elsősorban a háttereken, én többnyire a szereplőkön és az animációkon dolgoztam. Azt hiszem, nem kell szakembernek lenni ahhoz, hogy megértsék, hogy ez bizony nem volt egy kis munka. Ez az emberkonfiguráló alkalmazás nagyon-nagyon sokat segített, enélkül gyakorlatilag lehetetlen lett volna. Hát végezetül engedjék meg, hogy bemutassam önöknek ennek a 3D-s filmnek a kis rövid előzetesét. Jelen esetben a technikai adottságoknak megfelelően 2D-ben itt a vásznon. Jó szórakozást!